Bistai Zsuzsa, Európa, Requiem vagy újraszületés, Európa világkérdései a korszellem tükrében címmel tartott előadást az Arany 17 rendezvényközpontban június 8-án maroknyi hallgatóságnak. Nem volt ez véletlen, hiszen igen nehéz témát boncolgatott, mely feltételezte a nyitottságot, az európai szellemi kultúra iránti elkötelezettséget és a nyughatatlanságot, mely a mai kor emberét jellemzi, a kaotikus állapotokban, a világ zsivajban, amelyben kérdések születnek. A kontinens belsejében egy új nap készül felkelni. Dr. Bistai Zsuzsa klinikai pszichológus előadásában gyakran idézte tiszteletadással Makovec Imrét, akitől ez az idézet származik. Az előadó úgy fogalmazott, Európa ma krízis helyzetben van. Én úgy gondolom, hogy a modern történelemnek egy nagyon különleges küszöbéhez érkezett az európai emberiség. Nem sok olyan ember van, aki az előző korokban elmondhatta magáról, hogy egy egész kontinens sorsáért kell aggódnia. És velünk ez most megesett. Az ember hajlamos aggódni a családjáért, a szűkebb hazájáért, az országáért, de hogy egy kontinensért kell aggódni, az talán arról mond nekünk valamit, hogy az emberi tudatban változások történtek az utolsó 50-60 évben. Ez a tudat kitágult bizonyos értelemben, és saját sorsába egyre inkább beengedi a globális történések, a Földön lezajló események, sors események jelzéseit, és valamilyen módon részese akar lenni ennek a folyamatnak. Mondhatnánk azt, hogy kevesen pályáznak arra, hogy részt vállaljanak egy krízisből, de ez valószínűleg szintén változóban van, mert az ember saját tapasztalatából tudja, hogy az életben előbb-utóbb mindenki belefut egy krízisbe, és a krízis utólag mindig pozitívnak bizonyul, már amennyiben eljutunk a katarzisig, hiszen ez egy törvényszerű folyamat. Krízissel kezdődik, belső zavar, bizonytalanság, az eddigi keretek szétfeszülése vagy eltűnése, az ember egzisztenciálisan félti magát, félti a családját, félti az országát, és akkor beáll egy olyan pillanat a lélekben, amikor esetleg még a reményt is elveszti, hogy ebből jöhet valami jó. És akkor, ha van mersze végig gondolni a folyamatot magát, hogy ez mikor és hogyan kezdődött, mi állhat mögötte, vagyis bizonyos értelemben a jelenségnek hajlandó elmenni a keletkezési pontjáig, a gyökeréig. Ez ma nem olyan egyszerű, mert se a valóság, se az igazság nincs a kezünk ügyébe készítve. 100 évvel ezelőtt ez sokkal egyszerűbb volt. De éppen az emberi tudat fejlődése nyomán, hogy úgy mondjam, elrejtőztek ezek a dolgok. Párhuzamosan azzal, hogy az ember elszokott már attól, hogy túlságosan reflektíven gondolkozzon, esetleg időt szálljon rá arra, hogy belemélyedjen valamiben, és ekkor kap egy ilyen helyzetet. A hallgatóság arra a kérdésre is választ kaphatott, hogy a krízis helyzet veszélyt vagy lehetőségeket hoz. Szemünk előtt akar eltűnni egy 4000 éves kultúra. Európáról van szó. Az eltűnés természetesen nem azt jelenti, hogy megsemmisül, de végzetesen át kell alakulnia, hogyha jövőben új, és a kornak megfelelő, a korszellemnek megfelelő feladatot végig akarja hajtani. Tehát ha az emberiség történetében ezeket a folyamatokat vizsgáljuk, akkor mindig úgy látjuk, hogy van egy világvég, és abból keletkezik egy világkezdet. Engem ez a világkezdet érdekel, mert először, mióta ember él a Földön, ezt a folyamatot már nem csak úgy vezérlik bizonyos szellemi hatalmak, hanem az ember feltétlen közreműködésével fog létrejönni. Ez azt jelenti, hogy az emberi tudat megérett arra, hogy saját sorsán keresztül a világsorsot is formálja. Az utolsó 3 évben a migráció méretében és intenzitásában minden képzeletet felülmúl. A migráció talán okkal nem ejti ki az előadó, de erősen utalt arra, hogy a szellemi műveltségre is nagy szüksége lesz az európai embernek, ha a problémára megoldást akar. Szükség lesz a szellemi iskolázottságra. Ha arra gondolunk, hogy történelem vagy országok sorsa az utolsó 100 évben, hát a fiatalok enyhén szólva egy kézlegyintéssel elfordulnak, hogy kit érdekel a történelem. De hát a történelem az nem műveltség, hanem önismeret kérdése. Az emberiség létesülési folyamatában benne vagyok most, benne voltam a múltban, és benne leszek a jövőben. Tehát saját magunkról beszélünk. Ezt azért egyre többen tudják már, vagy legalábbis érzik. A kontinens sorskrízisét boncolgató előadás azt sugallja,
utalta, hogy szükség lesz egy újfajta gondolkodásra, mely mellőzi az automatizmust. A szellemi kultúra megerősítése a cél. Ehhez a munkához kínált olvasnivalót és a valódi gondolkodáshoz vezető utat az előadó.